1981. szeptember 1-je óta működik Székesfehérváron a 7 vezér általános iskola. 40 évvel ezelőtt 39 pedagógussal és 440 tanulóval indult el az intézmény. A jubileumi évforduló előtt énekzenei és drámai előadásokkal, valamint egy időkapszula elhelyezésével tisztelegtek a diákok és a tanári kar. Egy időkapszulát helyezünk el, melyben a gyermekek gondolatai, képei kerültek bele. A kisebbek nyilván rajzformájában milyennek képzelik el a jövő iskoláját, a nagyobbak pedig fogalmazás, élménybeszámoló és a 7.-8.-asok már korrajzformájában, hogy milyen is ez a 2022-es esztendő. Mészáros Attila alpolgármester a város szempontjából is kiemelt jelentőségűnek nevezte az iskola fennállásának 40. évfordulóját. Egy több mint 1000 éves városban 40 év talán nem tűnik nagy időbeli távolságnak, de azt gondolom, hogy az intézmény életében mindig nagyon fontos, és jó is, hogy megállunk egy kicsit ezeknél a jubileumoknál, kicsit visszatekintünk az elmúlt időszakra, és azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk, és hálánkat fejezhetjük ki a 7 vezér iskola minden dolgozójának, tanulójának, oktatójának, vezetőjének az elmúlt 40 évért. Az ünnepélyes alkalom csúcspontját az időkapszula elhelyezése jelentette, amelyet a tervek szerint legkorábban 2052-ben, azaz 30 év múlva bonthatnak majd fel a következő generációk tagjai.